2013 végén kezdte szabadkai tevékenységét a Swarovski, egyenlőre albérlők, ha valamivel több mint 200 foglalkoztatottal együtt. Új csarnokuk most épül Szabadkán a Kisbajmok ipari zónában. Azt mondják, ha kész lesz, akár 500 embert is foglalkoztatni tudnak majd. Az, amit mi tudunk és elmondhatunk, hogy a Swarovski még az év első felében átköltözik új csarnokaiba. Egy korábbi vízisztervük alapján az itteni termelési ciklus teljes kialakításáig 600 ember foglalkoztatását jelentették be, ebből az év végig 500-at. Ez persze mégis csak a Swarovski menedzsmenti döntésétől függ. Beszélgető társunk szerint a Swarovski nem csupán az olcsóbb munkaerő miatt helyezi át termelését Kínából Szerbiába, azaz Szabadkára. Egy ilyen brand nem mindig azt tartja figyelem előtt, hogy a munkaerő olcsó legyen számára, a munkaerő szakképzettsége fontosabb. Másfél éves itteni tevékenység során meggyőződhettünk, hogy minőséges és szakképzett munkaerőt alkalmaznak, ez pedig a Swarovskinak ilyen fontos. Az ékszereket és kristályból készülő egyedi darabok előállítással foglalkozó Swarovskinak világszerte, pontosabban 120 országban 25 000 alkalmazottja van.